Egymás után pakolják a főként használt ruhaneműkkel teli zsákokat a kis teherautókba Pakson. De sokan ajánlottak fel hősugárzókat és tartós élelmiszereket is. A városban civilek fogtak össze, hogy tárgyi adományokkal segítsék a horvátországi Petrinyában élőket, akiknek néhány napja a földrengések miatt szinte mindenük oda lett. A helyiek egy Facebook felhívás hatására fogtak össze. Az volt a kérésem, hogy mert nagyon sokan zsákba hozzák, ugye azt tudjuk leghamarabb megpakolni, és az volt a kérésem, hogy feliratozzák, és hogyha lehet, akkor angol nyelven, hogy fiú ruha, lány ruha, felnőtt ruha, mégis, hogy mi van benne, mert könnyebb lesz a szétosztásnál a dolguk. Hát ebből a ventilátorok, ebből van az autóban körülbelül egy ilyen jó 50 darab, mindegyik új igazából. Hát ugye lengőkábelek hozzá, hogy el tudják húzni a házaktól. Hát élelmiszerek vannak benne. Ez a szekszárdi autókereskedés is gyűjtőpontként szolgált a horvátországi földrengés károsultjainak szervezett jótékonysági akcióban. Müller Zoltán, a kereskedés tulajdonosa úgy fogalmaz, nem számított arra, hogy ilyen sikeres lesz az adománygyűjtés. Ugyanis 4 teherautót tudtak megtölteni az összegyűlt adományokkal. A horvátországi földrengés áldozatainak, vagy hát károsultjainak visszük ezeket. Hát gondolkoztunk már rajta igazából, hogy kell egy gyűjtőakciót csinálni, csak nem tudtuk igazából, hogy lehet kijutni minden. Volt egy ismerősöm, aki kint él Horvátországban, aki egy szekszárdi lakos megkeresett, hogy nem tudnánk segíteni abban, hogy itt a telephelyen begyűjtsük az adományokat. Ő írt egy ilyen kérést az emberek felé, azt egy kicsit én átformáztam, felraktuk a Facebookra, és hát nagyon sok adomány jött igazából, amire mi se gondoltunk. A kereskedés tulajdonosa azt mondja, a 4 teherautónyi adomány mindössze 2 nap alatt gyűlt össze. Többek között ruhát, tartós élelmiszert, párnát és takarót ajándékoztak a jótékonykodók. A rengeteg felajánlás mellett közel 500 000 forint készpénztámogatással is hozzájárultak az emberek az akcióhoz. Ezt a 500 000 forintot elektronikai cikkekre fordították, fűtőtesteket, kábeleket, illetve elektromos fűzőlapokat vásároltak a károsultaknak. Ez 2 nap alatt gyűjt össze, igazából 30-án tettem fel este a Facebookra, már 31-én rengetegen hoztak, ugye tegnapi napon kevesebben, mert hát ugye nem volt nyitva semmi, de ahogy megnyíltak a boltok, nagyon sok mindent hoztak. Igazából egy ilyen másfél autóval tehet meg már az első napon. Az összegyűlt adományokat a tulajdonos több segítővel személyesen szállította és osztotta ki a horvátországi rászorulóknak.